Veres János a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok önnek és a nézőknek is. Olyan világos lehetne ez a képlet. Simor András hivatkozik egy szabályra, mely alapján neki, mint a Nemzeti Bank elnökének adatokat kell szolgáltatnia az IMF-nek. Akkor egyáltalán mi a vita tárgya? Mi a bizottság meghallgatásának a tárgya? Hogyha van ilyen jogszabály, megnézik, van, ezt írja elő, ezt írja elő, akkor miről beszélgetnek? Nagyon nehéz megválaszolni egyértelműen, hogy mi a meghallgatás tárgya. A célját talán meg lehet fogalmazni. Azért nehéz megfogalmazni a tárgyát, mert hivatalosan a tárgya az egy állami számvevőszék által készített jelentés megállapításainak a megbeszélése lett volna, miközben a bizottságülésen kiderült, hogy a számvevőszék még mielőtt a jegybank a jelentés tervezetre reagálhatott volna, már bizonyos külső illetékes szerveket bevont az ő általa törvénytelennek ítélt cselekedetek büntetőjogi megítélésébe. Hogy ez pontosan mely szervezet, nem tudom megmondani, mert az ÁSZ elnöke fogalmazott ilyen homályosan. Ez lehet ügyészség és lehet rendőrség is. Egy tény, a jegybankosok még reagálni sem tudtak a jelentés tervezetre, már a feljelentés megtörtént ellenük. Nem, de ez nem feljelentés, itt persze. Az ÁSZ véde, de tényleg nem az, tehát korábbi évekből is emlékszünk, az ÁSZ nem feljelentést tesz. A jelentését, amikor megérés abban, az van, hogy törvénysértést követett el a Magyar Nemzeti Bank, akkor az ügyészségnek kötelessége egy ilyen leírt mondatra a nyomozást elrendelni. Egy a probléma, hogy itt még nem volt lezárt ÁSZ jelentés, és az ügyészségnek nem kötelessége elrendelni egy ilyen mondatra, hanem az észrevételt megvizsgálja, és eldönti, hogy megalapozottnak vagy megalapozatlanak találja. Hát ebben az esetben is még feljelentés kiegészítést kért, nyilván azért, hogy ez megalapozott vagy sem. Ezt én elfogadom. Csak az a baj, hogy ez decemberben tette meg a számvevőszék az elnök mai tájékoztatása alapján, miközben a lehetősége sem volt még meg annak, hogy a Nemzeti Bank reagálhasson az ÁSZ által vélelmezett helyzetre. Na de a dolognak nem is ez a lényege szerintem. A dolognak a lényege az az, hogy valamilyen módon a kormánypártok politikailag úgy ítélték meg, hogy pontosan milyen okból ezt talán majd valamikor megtudjuk, ma ezt csak tippelgetni lehet, hogy nekik érdekükben áll az, hogyha a Simor András személyéhez kötődő eddig kialakult vélemény, az egy ilyen bizonytalan megítélésű ponttal árnyalható vagy rontható. Szerintem ez volt lényegében a mai bizottsági meghallgatásnak az oka, hogy erre sor került. De ennek megint mi értelme? Ön akkor most politikusként válaszolja. Úgy válaszolok. Az az értelme, hogy egy majdani utód személyét máshoz mérik ezt követően. Egy ilyen-olyan-amolyan vádakkal illetett korábbi egy bankelnökhöz, az ő szakmai tevékenységét és szakmai értékelését gyakorlatilag nem teszi lehetővé, hogy objektíven értékelje az őt egyébként értékelni köteles országgyűlés. Na, én akkor ezt lefordítom. Ennek az egésznek az a lényege ezek szerint, hogy majd azt mondjuk, hogy hát ez a Simor, ez egy szörnyű alak volt. Na, ennél még a Matolcsi is jobb lesz. Ha személyneveket használ szabadon, és ilyen én használok tipszerűen, szabadon, igen. Tipszerűen, akkor szerintem ez is lehet természetesen, de úgy fogalmazok, hogy bárki a Matolcsi nevé helyébe írható név lehet majd az MNB elnöke, és minden ilyen konstellációban lehet majd így érzékeltetni. Valószínűleg volt még egy céljuk, ugye láthatóan Magyarországon oly mértékben megosztott a média, hogy vélhetőleg tudjuk ma már azt, hogy a jobboldali média milyen címekkel fogja holnap írottan hozni azt, ami ma történt, és feltétlenül most velünk egy időben nagyjából a jobboldali híradók is feltétlenül ilyen címeken hozzák. Azaz a lakosság egy része, akik csak ebből tájékozódnak, azokban egy ilyen bélyegzett emberként maradhat meg Simor András, független attól, hogy egybanki tevékenységeként szakmailag milyen produkciót csinált az elmúlt 6 évben. De ez annak a része, annak a sorozatnak, és most megint politikusként, és azért mondom, hogy tehát nem szakpolitikusként, nem a gazdasághoz értők, abszolút politikai vénáját használja most. Tehát ez annak a része, hogy van az IMF, óriás plakátokon is kikiáltjuk, hogy megeszi az uzsonnánkat. Tehát minden gonoszságra képes. Aztán van a Nemzeti Bank elnöke, akitől most a napokon belül megvárunk, más se vártunk jobban, most a kormány nevében beszélek.
És akkor őt még egy kicsit akarom rombolni, egy kicsit karaktergyilkolni, hát kivel hozzam össze? Gyurcsánya, hogy nem találok szállat. Bajnaival, nem találok szállat. Hát, hát akkor az IMF fel. És akkor azt mondom, hogy IMF alapokmányában benne van, hogy kötelessége a Nemzeti Banknak adatokat szolgáltatni, és akkor ezzel próbálom befeketíteni a volt jegybank elnököt, hogy egy kicsit karaktergyilkosság áldozata legyen, hogy ő a törvényi kötelességét. Kabátlopás ügy. Bőven elég. A Fidesznek ez régen bevett gyakorlata. De Csimoradásban nem lesz ellenfél napokon belül. Még egyszer mondom, viszonyítás alapot lehet ezzel teremteni, és lehet, hogy van még szándéke mellett. Nevezetesen az, hogy azért a monetáris politikában az elmúlt hónapokban született néhány olyan döntés, amely nem Simor András szándéka szerinti volt, mert hogy nincs többsége a monetáris tanácsban az elnöknek. Az is lehet, hogy mondjuk a forint elmúlt időszakban bekövetkezett árfolyam változásának okairól kívánja a jelenlegi kormánytöbbség a figyelmet elterelni egy ilyen jellegű akcióval. Egy a lényeg, hogy valami negatívnak tűnő dolgot tudjon kapcsolni valakihez, és azt követően maradjon az a bélyeg azon a valakin, és ezt követően mondom, lehet, hogy ez pillanatnyi szándék és pillanatnyi figyelemelterülés szándéka, és az is lehet, hogy ahogy ön fogalmazott karaktergyilkossági szándékkal, valamilyen negatívval. Mi szándéka volt ezelőtt, egy fél éve sincs, az elmúlt év őszén, annak az álszjelentésnek a tárgyalásával, amely egy kiragadott mondatra épült az egész tárgyalás, nevezetesen, hogy a magyar államadósság finanszírozás szempontjából nem kellett aláírni az IMF megállapodást. Senki nem állított, hogy azért kötött Magyarország megállapodást. Annak a megállapodásnak egészen más makrogazdasági okai voltak és céljai voltak. És akkor ezen rágódott, mert az ÁSZ talált egy ilyen mondatot valakinek valamilyen papírjában, ezt meghivatkozták, ugye ezt a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben elmondja, és csinálnak egy ilyen bizottsági meghallgatást. Az sem szolgált semmi más, mint azt, hogy megpróbáljon negatív színben föltüntetni valamely személyeket és valamely intézményeket. Aki nem főleg akarja az igazságot tudni, látni, hallani, az úgyse fogja. De IMF, alapokmány, kötelesség, és még a hibáját is elismerte Simor András azonnal a közleményben, itt az egyenes beszédben is. Kötelessége volt adatot szolgáltatni, nem banktitkot, nem személyes adatot, azt, hogy a 2008-ban felvett IMF hitelt a bankok, a kereskedelmi bankok, ha kapnak, nem viszik-e ki az anyabankon keresztül az országból, ez volt a célja, és ők utólag, a bankok szolgáltatták az adatot. Bocsánat, csak annyit pontosítok, hogy nem a kereskedelmi bankok által kapott hitelt nem viszik ki, hanem a Magyarországra behozott Európai Uniós pénzt és IMF-es pénzt. Magyarul nem kellett ehhez, magyarul nem kellett ehhez a jegybankból kereskedőbankba kivinni a pénzt, tehát akkor az a pénz, IMF az a pénz az ország megerősítése miatt itt kell, hogy benn maradjon, a mi bankjainknak a devizához jutását kell, hogy szolgálja, Magyarországot kell, hogy erősítse, és nem egy másik országot, hiszen más országokkal mi megállapodtunk akkor abban, hogy az anyabankokért az anyaországok felelősek. Azaz az osztrákok, a németek, a belgák, stb. Az ő országukban székhelyen rendelkező bankoknak a tőkehelyzetét rendezik, ezen bankok magyarországi leányának a tőkehelyzetét az anyabankok rendezik, mi pedig a magyar tulajdonú bankoknak a tőkehelyzetért vagyunk felelősek. Ezért nagyon fontos volt ez a dolog, ez elég világosan látható, úgy látom. Hát az egy más kérdés, hogy maga a bizottsági ülés viszont már úgy történt, hogy egy előre megírt papír előkerült valahogyan a bizottsági ülés két hava. Nem, az asztalon volt, csak le volt így fordítva. Tehát megfordítom itt a határozat. És itt van a határozati javaslat. És felolvasta a bizottság alelnök azt a határozati javaslatot, amelyben még az is benne volt, hogy a bizottság elítéli a Magyar Nemzeti Bankban történt szabálytalanságokat. Na most szerencsére egy hosszú vitában ezt az elítéli kifejezést sikerült egy picit módosítani, és végül az lett, hogy megállapítja, hogy az MNB működése során szabálytalanságokat követett el. Amit el is ismert. Amit nem vitatott a bank elnöke. Tehát ez elhangzott. Előre dolgoztak, hogy hamarabb végezzenek. Bizonyára azért természetesen, hogy hamarabb. Így is 3 óra után végeztük ezt a napi rendet, de hát azt tudom akkor mondani, meg eltartott volna fél negyedik, így van, könnyen lehet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Következik az Újságíróklub, már várja önöket Németh Péter, milyen témákkal? Szervusz Olga, múlt héten egy Mark Twain idézetet hoztam neked, most egy Misszát Kálmánt, és az lenne a te dolgot, hogy kitalált, hogy mire gondolok, hogy az igazság szép dolog, jó dolog, de akinek hatalma van, nem szorul rá. Vajon milyen témákat ölelhet ez fel? Majd a újabb bejelentkezésnél bővebbet is mondok erről. Tudom, parlagfűmentesítés. Pontosan.
mindig tudtam, hogy kivágod magad. Egyszerűen vág az eszem. Jó munkát ehhez a szép témához nektek. Köszönöm szépen, holnap este ismét várom Önöket, viszontlátásra.